van igazából a filozófiának megérteni, hogy ki vagyunk, mondja, hogy de én azt mondja, hogy tárdéhé, komra, dobra, csará, tehát van tárdáti, mi azt tanulja. Azt mondja, hogy az, aki ebben a testben van, aki a testnek a tulajdon, aki tudatos a testről, aki tudatos minden más dologról, amit a test tapasztal, lát, hal, vágy. És aki nem változik, aki állandó. Ez az, aki mi vagyunk, és ennek van egy szanszkrit szó, amit lehet, hogy ön már hallottatok, ez az átma. Ad egy könnyű példát. Krisna arra mindegy kísérlet, intellektuális kísérlet, amit tudunk mi is gyakorolni, komara, gyóvara, gyara. Gyerek voltunk, felnőtt voltunk, öregek leszünk, a testünk változik, ahogy gondolkozunk, változik. Az intellektuális kapacitásunk változik, de valami nem változik. Ugyanaz a személy vagyok, mint ami voltam 40 éve, 50 éve. Már 60 éve. Sok dolog, amit én viselek, változok, de eszenciálisan én ugyanaz vagyok. Ez az átma, használjuk magyarul ezt a szót lélek, ez a tudatnak a forrása. És akkor mi ez a test? Krisna magyarázza, ez a test, ez valami ruha. Szóval fenntarthatóság, amikor csak a testről van szó, ez olyan, mint amikor arról beszélünk, hogy hogy tartjuk el a mi ruhánkat. Hogyha fenntartjuk és szép ruhát visel, de biztos vagy, egészségtelen vagy, akkor ez nem holisztikus fenntarthatóság. Szükséges mind a kettő. És akkor most szeretném beosztani ezt a kettő részbe, ezt a holisztikus fenntarthatóságot. Az egyik, ami a belső. Ez beszél a lélek, a tudat és az értékről. És a másik a külső. Ami a testek, társadalom, amivel lakunk, környezet, és akkor hogy lakunk, ugye, gazdaság. Belső fenntarthatóság, külső fenntarthatóság. És itt most a kulcspont az, hogyha nem tudjuk fenntartani a mi tudatunkat, nem fogunk fenntartani az értékünket, és persze ez arról kezdődik, hogy fenntartjuk a lelkünket, önmagunkat. Ugye mostani világban annyiféle dologot tanulunk, annyi szakma van, de az önvalónak a szakmája, hogy mit mi vagyunk, és önmagunknak mi a mi felelősségünk. Hát ez nagyon hiányzik a mi modern világ. Egy példa, 200 éve beindult ez a, aztán ezt a szót szekuláris, de nem egy tökéletes kifejezést, a technológiai fejlődés. Ennek az alapja az az, hogy nem vagy, hogy mi vagy, csak hozzá lehetünk. És akkor elkülönböztetjük ezt a dolgot, hogy igazából ki vagyunk mi, hogy milyen féle emberek vagyunk. Volt egy érték, ennek is volt egy érték. Ugye mi volt az érték mindennek a fejlődésnek? Az értéke, hogy emberiségnek legyen jó élete. És a korábbi előadásban egyértelmű, hogy csak egy kis réteg a világnak jó az élete, a többieknek nem változott, vagy lehet, hogy még rosszabb.